Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, itt állok Gyurcsány Ferenc mellett, aki a karácsonykor megjelenő szakácskönyvéhez készít a segítségemmel egy pacal pörköltet. Pártelnök úr, kezdhetjük? Álljunk neki, csináljuk meg. Az anyagaink kidolgozottsági foka hagy maga után kívánni magunk. Igen? Igen, látom, a pacal még egészben pucolatlanul hever a mosogatóban. Undorodva nézem. De azért nem hátrálunk meg. Én azt gondolom, hogy meg lehet csinálni. A hagymát, paprikát, paradicsomot is elő kéne készíteni. Lehet még egy picikét itt teszatoszáskodni? És hogy csinálja, hogy a politikai teendők mellett a főzést mesterfokon műveli? Van bennem szenvedély. Rendben, akkor vázoljuk fel röviden a receptet a kedves hallgatóknak. Fogalmam sincsen, hogy melyik a, nem a hatodik lépés, még a harmadikat sem tudom. Tudom az első kettőt. Se baj, a lényeg, hogy a végeredmény jó legyen. Egészen pontosan tudom, hogy mindaz, amit csinálunk, az nem lesz tökéletes. Azt látom, szerintem kellene még bele víz, mert odaég. Öntök is hozzá. Minek? Ne tegye! Jó van, na. Ó, ez fröcsög! Meg is égett a kezem, most mit tegyek? Megtanulni nem fölsziszenni minden pillanatban és menni előre. Hát könnyen mondja, nem a maga keze égett meg. Megkóstoltam, pártelnök úr, ez iszonyatosan sós, hogy tudnánk javítani rajta? Nincsen sok választás. Nem tudok nektek B-verziót mondani. Talán főzhetnénk bele krumplit. Nem fogja tudni megcsinálni. Nincsen ennyi kapacitásunk. Hát, maga tudja. Akkor kóstolja meg ön is a végeredményt. Hű, a 700-át neki. Ugye? És vajon miért lett ilyen? Mert elkaptuk. Nem kicsit, nagyon. Mi ez a többes szám? Én figyelmeztettem, hogy sós, és ráadásul kozmás íze van. Ennyi tehetségünk van, gyerekek. Megint többes szám. És ezek után ajánlja a kedves hallgatóknak a receptjét. Persze. Csináljátok meg. És mit üzen az étel elfogyasztásához? Én azt mondom, hogy vegyen mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. Köszönjük szépen. Menten lennék én a Don Juan vagy Casanova, ha lehetnék a VVD a fehér lova. Lehet gyertya fényes vacsorán a fülébe sugás, vagy öltözőben egy röpke. Oh, pardon, mi amore? A csillagokat lehozom, ha jő a sötét. Ha elmarkolhatnám végre a két nagy parton, mon chéri. A celeb allőrökről bizony végre leszokhatna, helyette inkább engem ringathatna. Egy randevúra hívom meg a VVD-ját, gyertyafénynél kényeztetem a felhevült lelkét neki. Térden állok elé, most fő a bizalom, és ha már ott térdelek, hát közben megkérem a kezét. Mondtad, eltűnsz végleg, sokan mondtak, hála az égnek, győzik-e só? Megint még egy kellett, mint Titanicnak a jéghegy. Az újságírók a búrát bírják, a köhögsz egyet, azt is megírják. Kórianzó, mint kertben a buxus, hogy meglegyen a napi luxus. Evelyn kiment Amerikába, és hiába szaladsz, követ az áfa. Wellness itt, nyaralásod, kell a della, aztán pont. A bulvárral újra komázol, ha kell hisztizel, rovázol. Meg lekerül a BA ruhája, eladó az asszony bulája. Hogy mondjam el, hogy vágyom rád, hogy szeretem a della illatát. Megmutatom az asszony buláját neked, csak hadd legyek újra meg újra celeb. Hogy mondjam el, hogy vágyom rád, hogy szeretem a della illatát. Megmutatom az asszony buláját neked, csak hadd legyek újra meg újra celeb.